Tamáska Péter amatőr történész Hidegkúti házának garázsában pár évvel ezelőtt tárlatot rendezett be a környék középkor kutatóinak, valamint a történelmi téma érdeklődői számára. Magángyűjteménye az általa kolostornak tartott Szolymári vár kutatásával kapcsolatos dokumentumokból, tablókból és régészeti leletekből áll össze. A kutató gyűjteményét Szolymári Helytörténeti Múzeumnak ajánlotta fel, de helyhiány miatt egyelőre nem kerülhetett át a község gyűjteményei közé. Az elmúlt években számos tanulmány és cikk született azokból a teóriákból és kutatási eredményekből, amik Tamáska Péter nevéhez fűződnek a Szolymári Mátyás dombon található romterület miben létével kapcsolatosan. Elmélete szerint a váronként számon tartott romok valójában a Pálos rend főkolostorának maradványai lehetnek, a 14. században épült Szolymári vár valójában Tinje és Perbál határán állt, és a környék több más pontján is vannak feltáratlan régészeti lelőhelyek. Egy kora őszi napon beszélgetünk az amatőr kutató otthonában. Mikor merült fel először az, hogy a Szolymári vár nem az, aminek hisszük? Amikor ide költöztünk, sokat kirándultam a környéken, majd 2000 körül kezdtem figyelemmel kísérni az ásatásokat. Szakrális történelmi előadásokat hallgatva tudtam meg, hogy a pálosok története milyen kevéssé dokumentált. A Budakeszi úton lévő kolostorommal kapcsolatosan, amit sokan pálos főkolostornak vélnek, számos kétely merül fel. Kutató munkába fogtam és számtalan érdekességre bukkantam. Kezdi mondandóját Péter. 15. század elejéről származó oklevelek, török történeti útleírások, valamint tárgyi bizonyítékok, mely az ásatások során került elő vélik bizonyítani teóriám igazát. Fejti ki Péter. A Szolymári várhegyen levő romok arra utalnak, hogy itt állhatott a híres Szent Lőrinci pálos főkolostor. A törökkor után a visszatért pálos atyák két kolostorukat, a budai Szent Pál és a Nosztrét megtalálták, a Buda város fölött épült főkolostort nem. Ezek után nem nehéz kitalálni, hogy milyen épületet rejt a Szolymári domb mélye. Ugyanis az ásatásokon előkerült 170 cm széles falak nagyon magas épületekre utalnak. A rengeteg különféle lelet, aranytetőcserép, festett majolika, járótégla, üvegfém eszközök, kerámia, mintegy 70 láda tartalma is azt mutatja, hogy több száz embernek otthont adó létesítmény lehetett. Ha pálos szerzetes rendélt a Mátyás dombon, akkor hol található a Szolymári vár kutatásai szerint? Levéltári kutatásaim során bukkantam rá azokra az oklevelekre, mely alátámasztja a megfelelő alternatívát, Lackfi István nádor Szolymár és Nagy Kovácsi birtokosa a Tinnyei Szőlőshegyen talált megfelelő helyet a vár felépítésére, a királyi Buda közelsége nem tette lehetővé Szolymár közelében történő építkezést, ez az elszigetelt kis terület későbbi birtokviták középpontja lett. Ezt a terület határát kétszer járták be, a határjáró oklevelek egyértelműen itt említik a Szolymári várat. A bejárás a leírás szerint a Szolymári vártól indul, de a leírás a Szolymártól mintegy 20 kilométerre levő területekre illik rá. Tinje határában a légi felvételek egy 9 méteres félköríves mesterséges építményt mutatnak, amely kitűnik a környék terepadottságaiból. Ezek a tények mind beleilleszthetők a rendszerbe. Ha Buda-Szent Lőrinc pálos kolostor helyét sikerült beazonosítani, innen már könnyebb megtalálni a Budával kapcsolatos helyszíneket. Így például Óbuda városát, Királynék várát, Sicambriát, Attila városát, Fehéregyházát, Attila király, Árpád vezér sírját, Felhévíz területét, Új-Buda várát, városát. Fontos bizonyítékoknak tartom a török történetírók útleírásait, mégpedig Evlia Cselebi, magyarországi utazásai 1660-1664 idézve. Az iszlám sereg Budáról elindulván, Buda nyugati részén, Óbuda földjén állapodott meg. Ezután a Bécs felé vezető útra léptek. A következő napon reggel az indulásra a trombitát megfújták, s Budáról nyugati irányban menve, fél óra alatt Óbudán áthaladtunk, s 5 óra alatt Vörösvárra, onnan 5 óra alatt pedig Esztergom várához érkeztünk. A vár földjének alakja.
A Duna nyugati partján, magas halmon, sziklák fölött keletről nyugatra terülve fekszik a vár. Lufti Pasa, az oszmán ház története. A hadsereg odaérkezvén körülfogta Üszturgunt, Esztergom. Az Anatolin Béglerbék parancsot kapott, hogy az ágyukat hajókon Budin felé szállítsa Usztulni Belgirádhoz, Fehérvárhoz. Az idézetekből két információ olvasható ki. Első, a Vörösvári medence a török korban mennyire forgalmas útvonal volt. Pilisvörösvár monográfiájában Súlyok János írja, a település múltjáról annyit tudunk, hogy a régi település a római időktől, a mai napig lakott hely, fontos útmenti helyzeténél fogva. A rómaiak idejében a nagyon fontos szerepet játszó, Aquincumot Esztergommal összekötő útmentén több helyen római telepek voltak. Pilisvörösvár határában valahol egy városnak vagy nagyobb településnek kellett lennie. Római korban ezt várost Hercoliának hívták. Ébrehem Ortelius térképén ez a város Hercolia Sive Sicambria néven szerepel. A második információ. Az egykori Óbuda fekvése nem azonos a mai Óbudáéval, mert attól északnyugati irányba a Vörösvári medencében Szolymár település magasságában helyezkedett el. Az idézetekben jelzett égtájak jelölése nem illeszthető be a mai Buda helyzetébe. Ha Buda várától elindulunk nyugati irányba, nem a mai Óbudára érkezünk, sőt Vörösvár városát sem érjük el ebből az irányból. A középkori metszeteken jelölt Budavára és városának helyszínének azonosítását több kutató az Ürömi hegyen helyezte el. Az itt talált épület maradványok, márványkorlátok, szobrok, faragott oszlopfők bizonyítják város itt létét. Ez a helyszín már megfelel a török útlírások által jelölt irányoknak. Ha az Ürömi Róka hegyen épült új Budavárától elindulunk, nyugati irányba eljutunk az ősi Buda városába, a Szolymáron található Pilisi ösön területére. Ez a föld három ősi várost rejt. Sicambria, Hercolia, Buda. Valóban, az ösön területén helyezkedett el az ősi Buda városa, tehát jóval északnyugatabbra tehető, mint a mai Óbuda. A két Duna ága fogta közre. Külön egységet képezve. Még ma is látszik nyomai ennek az ágnak, mely a Vörösvári árkon folyt le a mai Dunába. Így nem lehetett összetéveszteni Pest városával. A mai Óbuda területén Pest városa feküdt. Az itt azonosított épület, Óbuda királynék vára, maradványok mind Pest részei voltak. Hogy ez mennyire igaz, bizonyítja egy oklevél idézet, megjelent a Magyar Tör. Tárivé 162-i 1315. május 14. Szeged. Henrik óbudai prépost kérésére arról az óbudai káptalan javára lemond a jelen évtől eltekintve, hogy az Óbuda fölött épített királyi várbor nélkül ne maradjon. Az oklevél világosan kifejezi, hogy a király 1355 után a királynék óbudai vára nem a város falain belül, hanem felette a hegyoldalban állott. Bártfai Szabó László, óbudai egyházi intézményei, tehát a mai Óbudán nem állhatott a királynék vára. Kutatásaimat alátámasztva, a muszlim történet író Maszúdi könyvében egyértelmű utalást tesz arra, hogy a régi időkben a mai Budától Budát is Pestnek nevezték, és tudjuk, hogy okleveleinkben a mai Budavárát Pestújvárnak nevezték. Később került a régi Buda közigazgatása alá, pecsét, jogi képviselet stb., és ekkor kezdték Budának hívni. Valamint minden körülmény arra volt, hogy Buda és Pest név csak Zsigmond király idejében szállott véglegesen az egymással szemben fekvő két városra. Óbuda várának nyomaira bukkanhatunk, ha felmászunk a 378 m magas Fehérhegy tetejére. Innen gyönyörű a panoráma, tárul elénk itt fekszik előttünk a hajdani királyi város. A vár helyén óriási kőtömbök sorba fekszenek. Mint valami megalítok, a magyar Stonehenge, ez lehetett Sicambria ősi vára. Az ókori építményt fallal vették körbe, ennek nyomai mai is látszanak. Pilisboros Jenő végétől a hajcsárút két szélén épített fal húzódik fel a várig. A mérete grandiózus. 14 mö széles köpenyfalazással épült védmű, ami 500 méteren keresztül követi az útvonalát.
Sicambria vára nem csak a magyar nemzetnek becses, de a francia nemzet is büszkén vallja magáénak. A menekült trójaiak Pönónia határán Szikán hegyének tetején építették fel városukat Sicambriát, majd innen tovább mentek nyugat felé és letelepedtek Párizs, Reims és Arles régiójában. A trójai identitástudat erősen tartotta magát évezredeken keresztül a francia politikai nemzetben, egészen addig, amíg a szakrális királyság jelen volt Európa közepén. Elméletei szembeszállnak a hivatalos történetszemlélettel, azonban egyre több bizonyítékot talál a teóriái alátámasztására. Milyen kutató munkát végez, lehet-e az ásatásokat folytatni? Kutatómunkáim folyamatosak, előadás sorozatokra is készülök. Azt szeretném elérni, hogy a szakemberek is foglalkozzanak a téma kutatásával, hogy egyszer megnyugtatóan le lehessen zárni az e tárgyban felmerülő kérdéseket, otthonomban pedig előzetes bejelentkezés útján várom a téma iránt érdeklődőket. E-mail nemzetkirajsak@gmail.com. Tamáska Péter Miklós. Ha a fél homályból rád tekint a fény, és elindulnál a csodák ösvényén, amit dédapád és apád örökölt, amit ezer éve úgy hívnak, hogy anyaföld. Ez egy elvarázsolt hely és hazavár, hol a múlt szava még tiszta srát talál, amit unokád majd egyszer örököl. Oda álmaidban minden éjjel visszaköltözöl, legyen minden.